Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Összefogással a térség fejlesztéséért. 2022-re várható Apacs 2 beruházás felfutása. Sokan nem kérik az ingyenes oltást. Brutális állatkínzás Kölesden, Sióba dobta a kutyákat, elkapták a rendőrök. Több sportrendezvényt szerveznek az idén, 2019-ben az úszáson és a kerékpározáson lesz a hangsúly Szekszárdon. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 187 milliárd forintos felújítási program kezdődik rövidesen a Paksot övező Közép-Dunamenti térségben. Ennek részeként több út megújulhat. Süli János miniszter a környező megyék közgyűlési elnökeivel és kormány megbízottaival folytatott megbeszélést Szekszárdon. A kezdetektől fogva nem csak Paksban gondolkodtak az atomerőmű bővítésen dolgozó szakemberek, hanem a tágabb értelemben vett régió fejlesztésére is kihatással lesz a két új blokk építése. Süli János miniszter Baranya, Bács-Kiskun-Fejér, Somogy és Tolna megye kormány megbízottjait és megyei elnökeit tájékoztatta a projekt állásáról. Az atomerőmű bővítés felfutása 2022-re várható, eddigre a térséget alkalmassá kell tenni a beruházás lebonyolítására, ezért a kormány 187 milliárd forintos felújítási programról is döntött, ami jó részt a Paks környéki 47 település közútjait érinti majd, de a tágabb értelemben vett régió egészére hatással lesz az építkezés. Azt képviseljük, hogy nekünk is van autópályánk, vannak egyetemeink, vannak kihelyezett egyetemi karok, van Baján vízügyi képzés, a mi régiónk is bír olyan adottságokkal, mint az ország más régiói. A megyék vezetői óriási lehetőségnek tekintik a beruházást. Biztos vagyok benne, hogy több fejlesztést és lehetőséget tartogat magában, mint az elmúlt évek topos pályázatai és lehetőségei, hiszen fontos az, hogy a legkisebb településének is megtaláljuk a lehetőségét, azokat a profilokat, amiben ők tudnak hozzájárulni ehhez a fejlesztéshez. A területi operatív programban is számos olyan települési projekt van, amely marginálisan vagy pedig direkt módon kapcsolódik az atomerőműépítéshez. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos történet lesz a megye életében. Ismét léphetünk előre azon a ranglétrán, ami egy képzeletbeli ranglétra a megyék között, és emelkedhetünk akár a GDP egy főre jutó arányában. A területfejlesztésben a kormányhivataloknak is meghatározó feladatuk lesz, ők adnak engedélyeket az egyes beruházások megvalósítására. Folyamatosan készülünk arra a feladatra, ami elsősorban a kerítésen kívüli beruházások kapcsán ránk fog hárulni. Az ipar is fejlődésnek indulhat az építkezéssel, a megbeszélés helyszínét biztosító fémipari cég is szeretne részt venni Paks 2 építési munkáiban. Az elmúlt két évben 6 orosz atomos delegáció volt már nálunk, aki ugye megnézett minket, nézte a lehetőséget, és nem titkoljuk el, mi is ugye persze lobbizunk is ebben. A miniszter elmondta, a kormány határozott döntése, hogy fel fogja építeni a két új blokkot, jelenleg a több százezer oldalas létesítési engedélykérelem összeállítása adja a legtöbb feladatot. A cél, hogy egy időjárástól függetlenül működő alaperőművet építsenek, ami biztosítja az ipar számára is az olcsó villamos energiát. Nem csak idehaza, a határon túli magyar területeken is jelentősége lehet a paksi beruházásnak. A miniszterelnökség 2015 óta dolgozik azon, hogy a Kárpát-medencei magyar labda területek középiskoláit alkalmassá tegyék arra, hogy szakembereket képezzenek Paks 2 számára. Erről Potápi Árpád János államtitkár beszélt a napokban Csíkszeredán, Tolna megye és Hargita megye közös konferenciáján. A lehetséges kapcsolódási pontokat keresték Csíkszeredában az egyes területeken dolgozó Hargita megyei és Tolna megyei szakemberek. Az egyik ilyen Paks 2 kapcsán éppen a szakképzés. Nincsenek magukra hagyva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság már 4 éve dolgozik azon, hogy erősítse a külhoni szakképzőiskolákat. Paks révén pedig próbáljuk az itteni szakképzést is, nem csak a székelyföldit, hanem egyáltalán Erdélyben, a Kárpát-medencében alkalmassá tenni arra,
hogy egyre több szakembert tudjanak a paksi építkezés hez biztosítani majd a következő években. Ehhez elsősorban a szülőket és a gyerekeket kell megszólítani, hogy válasszák bátrabban a jól fizető szakmákat adó képzéseket. Hogyan kerülhetne több gyerek a szakképzésbe? Ugyanazokkal a problémákkal küzd az erdélyi rendszer, román rendszer is, mint a magyar rendszer. A diákok többsége gimnáziumba akar menni, és a szakképzésben nagyon nehezen tudják becsábítani a gyerekeket. Paks 2 viszont nem csak azt a lehetőséget nyújtja a külhoni magyaroknak, hogy hazájukat elhagyva boldoguljanak, hanem azt is, hogy akik már elmentek esetenként jóval messzebbre a nyugat-európai országokba, azok közelebb kerüljenek az otthonukhoz. Számunkra kihívás és egy nagy lehetőség az, hogy a magyar kormány a paksi fejlesztéssel akár lehetőséget tud teremteni arra, hogy a nyugati országban elszakadtak számára egy jól fizető munkahelyen a szülőföldhöz közelebb kerüljenek, és ugye az egy 10 éves projekt, a 10 év után várhatóan akkor már sokkal könnyebb lesz hazaköltözni azoknak, akik ma sajnos távol kell keressék meg a napi kenyeret. Azon, hogy minél több külhoni magyar kaphasson munkát a paksi építkezésen, Süli János tárca nélküli miniszter munkatársai dolgoznak, de a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága is segíti a munkát. Bár Magyarországon a méhnyakrák vezető haláloknak számít, még mindig sokan vannak azok a szülők, akik nem kérik a betegséget okozó vírus elleni védőoltást leánygyermeküknek. Tolna megyében több település már akkor támogatta saját költségvetéséből a HPV vírus elleni védőoltást, amikor még nem volt államilag támogatott a vakcina. A humán papilloma vírus fertőzés a leggyakoribb vírusos eredetű, leginkább szexuális úton terjedő betegség, mely évente az összes daganatos megbetegedés több mint 6%-ának kialakulásáért felelős. A világon mindegy 660 millió nő HPV pozitív, és a 15-24 évesek negyede érintett. A vírusfertőzés megelőzhető a védőoltással, amit fiatal korban célszerű elvégezni. Hát én mellette vagyok. Unokám is megkapta. Megkapta? Meg. Jó. Igen, persze. Igen. Be is adatnák? Igen, be. Bátaszék polgármestere dr. Bozsolik Róbert és Medina polgármestere Vén Attila kiemelte, hogy a két település önkormányzata támogatta az oltások beadását. Erre azelőtt került sor, mielőtt a kormány állami támogatást adott volna a HPV vírus elleni oltásra. Egyik feltett szándékunk, illetve elképzelésünk az volt, hogy ingyenessé tettük, hogy az itteni fiatalokat beoltassuk a HPV vírus elleni védőoltással. Ez 2013-ban meg is történt, 1 millió 510.000 forintot költöttünk erre, 33 kisgyereket tudtunk beoltani. A 2018-2019-es tanévben a védőoltásra jogosult lányok száma 46.000 volt. Közülük 422 szülő azért nem kérte a humán papilloma vírus elleni oltást, mert a gyereke már megkapta. A korábbi évekhez képest viszont javultak a HPV átoltottsági adatok, a 2018-19-es tanévben már 78% körül van, ez korábban 74-75%-on állt. Magyarországon a méhnyakrákos megbetegedés hátterében a humán papilloma vírus áll. Évente 1200-1300 nőnél diagnosztizálják a méhnyakrákot, az érintettek fele életét veszti a daganatos megbetegedés miatt. Darázsinvázió jöhet Magyarországon. Az idei enyhe tél miatt akár több ezer példány is áttelelhetett, ami később a rovarok túlzott elszaporodásához is vezethet. Emiatt nem csak, hogy több helyre fészkelik be magukat, de agresszívebbek is lehetnek. Szakemberek szerint számuk már most meglehetősen nagy. Az egyik irtásukra specializálódott cég szerint mostanáig 31 kaptár eltávolítására hívták ki őket, amire évtizedes munkatapasztalatuk során még nem volt példa. Brutális állatkínzás történt Kölesden a hétvégén. Az elkövető betonnehezéket rakott a két kutyára, majd a sióba dobta a még élő állatokat. A tetemeket az egyik helyi lakos fedezte fel. Az általa készített felvételek és a feljelentése nyomán a rendőrség nyomozásba kezdett. A rendőrök elkapták az állatkínzót, aki elismerte bűnösségét. Tettéért akár 2 év börtönt is kaphat. Ezeket a felvételeket egy kölesdi férfi készítette néhány nappal ezelőtt, miután felfedezte, hogy a Siópatakban úszik két kutya teteme. Az elkövető az állatokra betonnehezéket rakott, hogy semmiképpen se tudjanak kijutni a vízből. A férfi az állatkínzást jelezte a hatóságok felé, a rendőrök azonnal nekikezdtek a tettes felkutatásának. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a helyi körzeti megbízott, valamint a helyi lakosok közreműködésével gyorsan sikerült a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható személy azonosságát megállapítani.
Ezt követően a férfit kollégáim 2019. március 25-én előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a cselekmény elkövetését elismerte, a továbbiakban szabadlábon fog védekezni. A szekszárdi rendőrkapitányság vizsgálati osztálya állatkínzás vétségével gyanúsította meg a férfit, és folytatja tovább a nyomozást. A kutyagyilkos tettéért akár 2 év börtönt is kaphat. Tavaly egyébként mindössze 65 büntető eljárás indult állatkínzás miatt Tolna megyében. Az állatvédők és a hatóság szakemberei szerint azonban jóval több eset történik, csak nem kerülnek napvilágra az állatbántalmazások, ha pedig mégis az elkövetőket nem sikerül elkapni. Az is sokat mondó adat, hogy 2013 és 2017 között összesen 22 ügy érkezett állatkínzás miatt a Tolna megyei bíróságokra. Ez azt jelenti, hogy évente összesen 5-6 ügyet tárgyalnak a bíróságok. Baleset történt szerda délelőtt az M6-os autópályán Tolnánál. Egy furgon közlekedett a strádán Pécs irányába, amikor a 134-es kilométer szelvény közelében, vélhetően műszaki okokból, a belső szalagkorlátnak ütközött. A balesetben nem történt személyi sérülés. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a Pécs felé vezető szakaszon teljes útlezárás, még Budapest felé forgalomkorlátozás volt érvényben. Kihívásokkal teli és mozgalmas év előtt áll a Szekszárdi Sportközpont NKFT. Az új uszoda folyamatos és komplex feladatot ad a létesítménynek őszig. Ehhez szükséges a fürdőgépezetének racionalizálása, amitől a teljes fürdő költség hatékonyabb működését várják. Ezzel párhuzamosan megerősítik az úszás és a vízilabda sportágak és azok szakosztályainak munkáját, és tervezik a sportolók és a rendezvények számának növelését is. Ezentúl 2019-ben a hangsúly az úszáson kívül a kerékpározáson lesz. Az év minden szakában rendeznek valamilyen kerékpáros rendezvényt a sportág népszerűsítése érdekében. A központ ezentúl folytatja az ország egyik legnagyobb múltú országúti kerékpárversenyének, a Gemenc nagydíj nívójának visszaállítását. Újra megrendezik a versenyt, amire már tavaly is több mint 100-an neveztek. A nagydíj időpontját azonban májusról a nyár közepére rakják át. Július 25-27-re tettük át a kerékpárverseny időpontját. Több okból is, a Magyar Kerékpár Szövetséggel egyeztetve ez egy olyan időszak, ami a kerékpárosoknak a kvalifikációs időszak végét jelenti, és pontszerzés szempontjából a magyar versenyzőknek fontos lehet. Másrésztről pedig, ahogy az előbb mondtam, a mesefesztivált szeretnénk meghagyni a családoknak, gyerekeknek, és a kerékpárversenyt pedig visszavisszük nyára, ami egyébként hagyományosan a verseny időpontja volt. A zsidó vallásban kevés olyan ünnep van, mely az örömről szól. A Purim ilyen. Ezt az örömet kívánta megosztani a Magyar-Izraeli Baráti Társaság azon az esten, melyen fellépett például Falusi Marian és Koltai Róbert. Fáradnak tűnsz, mintha nem a régi volna, hol van a tűz? A Purim egy örömünnep, a zsidóság egyik fantasztikus, örömteli, boldogságról szóló ünnepe. Nem sok ilyen ünnep van a zsidóságban, általában szomorú ünnepek vannak. Purimkor tulajdonképpen a zsidóság megmenekülését ünnepeljük, Eszter királyné hathatós közreműködésével Hámán a gonosz miniszter nem tudta kiirtatni Ahasvéros országából, Perzsiából a zsidókat. Semmi más nem szeretnénk, mint egy estére ezt az örömérzést megosztani a közönséggel, mondta Nógrádi Gergely kántor. Ehhez pedig olyan művészeket kellett keresni, akik szeretik átadni az örömet. Koltai Róbert sokat járt Szekszárdon kaposvári színészként. Azt mesélte, zúdulnak rá a történetek a házból. A népszerű színésznek a napokban jelent meg életrajzi könyve. De az biztos, hogy csak a 10%-át meséltem el azoknak a legérdekesebb és szívhez szóló, meg megható, meg nagyon humoros dolgoknak, amik velem történtek eddig a pályám során. Falusi Marian visszatérő vendég a városba, rövid időn belül másodszor állt a Babics Mifán színpadán, és tervei szerint rövidesen újra eljön majd. Magát az ünnepnek a hangulatát, meg azt, hogy van miért ünnepelni, hogyha valakit érdekel, akkor utána is néz, hogy mit akar ez az ünnep, meg hát magát azt a jókedves és azt a felszabadult örömet, amit mi érezni szoktunk egy-egy ünnep kapcsán. Mi a bal kecskerék, mit tovább kihetnék?
regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 900 képzés, 10.000 résztvevő. Somogyban is sikeres a digitális jólét program. Vírus tizedelhette az állományt, tavaly hatodára csökkent a befogott békák száma Baranyában. Csökkentik a fényszennyezést, egyedülálló kísérlet Bárdudvarnokon. A laptop bekapcsolásától az online bankoláson át az ügyfélkapus ügyintézésig mindent elsajátíthattak azok, akik részt vettek a digitális jólét programban. A projekt Somogyban is rendkívül sikeres. A 2016-os indulás óta már több mint 900 képzést tartottak. Ennek köszönhetően 10.000 somogyi kerülhetett közelebb a digitális világhoz. Töltő a laptopba, kábelek a helyükre. Minden kész a digitális jólét program mai órájára a Balatonfenyvesi könyvtárban. Következő feladatként szeretném, ha reprodukálnátok az újságon található gyermekmentő című cikket, és a végeredményt ezt megszokott módon e-mailben szeretném. A 23 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló kormányzati projekt célja, hogy közelebb hozza a digitális világot az idősebb generációhoz, az álláskeresőkhöz, és azokhoz, akiknek szociális helyzetükből adódóan nincs lehetőségük megismerkedni a számítógéppel. A 2x35 órás tanfolyam teljesen ingyenes, az eszközöket is a képzőintézmény biztosítja. A program két modulból áll. A számítógép bekapcsolásától az elektronikus levelezésen és internetes böngészésen át az online bankolásig és az ügyfélkapus ügyintézésig terjed. Számomra ahhoz képest, hogy már nem újdonság volt, nagyon sok minden azért még itt pótoltam. Tehát adta nekem a lehetőséget, hogy én többet tudjak ebben a világban létezni, ezzel a tanfolyammal. Tehát nekem nagyon, nagyon tetszik, és nem bántam meg. És ha ezt még lehetne bővíteni, még ott is részt vennék. Én úgy gondolom, hogy sose késő tanulni, meg hát az internet világon most már gyakorlatilag mindent behálóz. Próbálok én is ezen utalgatni, meg tehát minél jobban igénybe venni, de azért csomó dologgal nem voltam tisztában, és itt azért ezen a tanfolyamon ezeket a fehér foltokat ki lehetett tölteni. Somogy megyében 907 képzés zajlott le eddig sikerrel a program 4 éves pályafutása óta, így több mint 10.000 lakos számára csökkent az a bizonyos digitális szakadék. Amint beköszönt a tavasz, a békák is elindulnak, hogy lerakják petéiket a tavaknál. Jó pár évvel ezelőtt még rengeteg béka vesztette életét az autók kerekei alatt, hiszen a vonulási útvonaluk Sikondán és Orfűn egy-egy forgalmas úton vezetett át. A szakemberek azóta hálókat húznak ki, hogy a fennakadt példányokat vödrökbe gyűjtve átsegítsék a túloldalra. Odó János, a Duna-Dráva Nemzeti Park természetvédelmi őre, a bamat.hu-nak elmondta, hogy volt olyan év, amikor 3.500 békát fogtak be, tavaly ez a szám 600-ra apadt. Egyes szakemberek szerint a csökkenést egy vírus okozhatta, ami miatt több béka elpusztult. A befogott kétéltűek 95-98%-át barna varangy, míg kisebb hányadát erdei béka, zöld varangy és egy-két zöldleveli béka képezi. Világviszonylatban is egyedülálló kísérlet zajlik Bárdudvarnokon. A településen a fényszennyezés csökkentése érdekében korszerűsítették a közvilágítást, meleg-fehér fényűre cserélték a lámpákat. A fény meghatározó szerepet tölt be az élővilágban. A túlzott vagy indokolatlan fény sok állatfajt megzavar. A programban ezt is vizsgálták a kutatók. A nagy gombócról megtippeljük, hogy az Budapest, a Balaton körvonalát szintén mindenki fel fogja ismerni. A világűrből készített fényszennyezés térképet mutatja Mosoni László, a Zselici Csillagos Égboltpark igazgatója. A csillagvizsgálóban a természetvédelem és a csillagászat kapcsolatáról tartottak konferenciát, ahol a fényszennyezés kérdéseire is keresték a választ. Településeinket bután világítjuk ki, oda is teszünk lámpákat, ahova nem kellene, sok esetben az égboltot világítjuk ki, ahol nincs mit megvilágítani, és nagyon sok energiát, pénzt pocsékolunk el ezáltal. A fényszennyezés súlyos egészségügyi és környezeti problémákat okoz. Ennek megakadályozására indult egy világviszonylatban is egyedülálló projekt Bárdudvarnokon, ahol a közvilágítás korszerűsítésének keretein belül
melegfehérre cserélték a település lámpatestjeit az eddigi hideg kék fények helyett. Mostanában elterjedő hidegfehér fények helyett kifejezetten narancssárgás fényeket használunk, ami jobb a környezetre, és ezzel együtt tudjuk vizsgálni azt, hogy például az égbolt állapota hogyan változik, amit a zselizben kiváló, de meg tudjuk azt is nézni, hogy különböző világítások hogyan hatnak a környezetben lévő élővilágra. A fény meghatározó szerepet tölt be az élővilág életében, a túlzott vagy indokolatlan fényforrás sok állatfajt megzavar. Azt kell elképzelni, hogyha mondjuk a holdfény az, ami egy rovarnak a mozgását szabályozza, annak kapcsán találnak egymásra, akkor olyan lámpák, amelyek holdfényszerűek, vagyis kék fényben gazdagok, illetve erősek, akkor azok megzavarják az élővilágot. Tehát a rovarok például nem találkoznak. A bárdudvarnoki világítás korszerűsítéssel a tudományos szakemberek valós környezetben a valóságnak megfelelő körülmények között végezhetnek hiánypótló kutatásokat a fényszennyezéssel kapcsolatban, emellett azt is vizsgálhatják, hogy mindez milyen hatást gyakorol az élővilágra. Idén negyedik alkalommal rendeztek Bor és Tifolder mustrát Gödrén. A baranyai településen ezúttal 68 bor és 43 kolbász, illetve szalámi mintát kóstolt a zsűri. A nevezők arany, ezüst és bronz minősítésben részesültek. A díjazottak mellett pedig gazdára talált a legeredményesebb borász cím is, melyet az összesítésben legjobb pontszámot elért borász kapja meg. A vándordíjat már második alkalommal nyerte el Kreka Bálint, aki a lehetséges 20-ból 19 pontot kapott a nevezett italra. A versenyzők nem csak Gödréről, hanem a környező településekről is érkeztek. A borok tekintetében gödréiek, sázsiak, igal és környéke, tehát lehet azt mondani, hogy átfogunk három megyét, tehát három megyéből hoznak mintákat. Kolbásznál és szaláminál is szintén, hiszen onnan például a Villányból is érkezett minta, ami nem mellesleg aranyminősítést kapott. Két horgásztó, szabadidőpark, rönkház és rendezvényterem, de további fejlesztéseket is terveznek idén. Nem bánja meg, aki ellátogat a sombereki horgásztóra. Hétvégén horgászok népesítették be az alsó tavat, szezonnyitó versenyt rendeztek ugyanis Sombereken. Somberek Mohácstól 10 kilométerre fekszik. A horgásztavat 2011. április 1-én nyitották meg a horgászok és a vendégek előtt. A sombereki szabadidőpark területén két tó található. Most az alsó 2,4 hektár területű tavon rendezték meg a szezonnyitó versenyt, melyre több mint 40-en neveztek. Legnagyobb mennyiségben ponty található a tóban, melyek átlagsúlya 2 és 4 kg között van, de a horgászok találkozhatnak 12-15 kg. Is. Folyamatosan fejlődünk, folyamatosan próbálunk új dolgokat létrehozni. Egyre több halak, többféle halat is teszünk bele, de általában azokat a halakat, amiket itt a horgászok is igényelnek, tehát zömébe pontyokat telepítünk, illetve ilyen békés halakat. Rakadozókra nem jellemző, hogy horgásznak. A 2014-es szezon kezdetén a rönkház is megnyitotta kapuit a szálló vendégek előtt, ahol 8 apartmanszoba található két szinten, mely összesen 32 fő elhelyezésére alkalmas, de elkészült a rendezvényterem is. A bővítésre a szálláshelyünket szeretnénk annyival bővíteni, hogy jelen pillanatban csak fasztűzelésű kandalló van minden szobában és az előterekben. Ezt át fogjuk váltani egy klímára, minden szobában lesz klíma, hogy komfortosabb legyen a vendégeknek az itt tartózkodás, és ezzel együtt, mivel ez egy ilyen energetikai fejlesztés, a wellnessünket fogjuk megépíteni. Csodálatos környezetben színvonalas horgászversenyen vehetett részt az a több mint 40 nevező, aki a szezonnyitó versenyre érkezett Somberekre. Az évadnyitó megmérettetés 150 kg feletti összfogással zárult. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Összefogással a térség fejlesztésért. 2022-re várható a Paks 2 beruházás felfutása. Sokan nem kérik az ingyenes oltást. Brutális állatkínzás Kölesden. Sióba dobta a kutyákat, elkapták a rendőrök. Több sportrendezvényt szerveznek az idén. 2019-ben az úszáson és a kerékpározáson lesz a hangsúly Szekszárdon. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, de délután elszórtan kialakulhat gyenge záporeső. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk.
Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!